Nagyon sokat beszélnek a politikusok, mondta, majdnem azt mondtam, hogy beszélünk, de nem, a politikusok a sargentini jelentésről. Az emberek vajon tudják-e, hogy mi az, ismerik-e, érdekli-e őket, nem tudom, hogy a publikus mire ilyesmit tudnak erről valamit. Jó reggelt kívánok, Pulai Jó András reggelt kívánok! ügyvezető a vendégünk. Nos, jó reggelt kívánok! Még nem, de hamarosan fogunk tudni. A szombaton megjelenő vasárnapi hírekben lesz erről egy kutatásunk. Még zajlik az adatfelvétel, miközben beszélgetünk most is, illetve hogy korán még nem, de hogy dolgoznak a kollégák és égnek a vonalak. És lesz egy 1000 fős reprezentatív kutatás, ami ezzel is foglalkozik. Meg fogjuk tudni, hogy a választók többsége például megszavazta volna a sargentini jelentést. Azt is meg fogjuk tudni, hogy szerintük az Európai Unió ilyen módon, ilyen mértékben beleszólhat az ország működésébe, hogyha már ennek a klubnak a tagjai vagyunk. És még több érdekes kérdés, nem szeretnék mindent előre előni, meg hát az eleményeket még nem is tudom. Jó, nem az ellövés, hanem tényleg foglalkoztat engem ez a dolog. Már most nem az, hogy az emberek ezzel kapcsolatban mit mondanak, hanem hogy egyáltalán tudják-e, hogy ez micsoda? Ezt is kérdezzük, és ki fog derülni. Nem tudom, hogy mi az eredmény, mert nem néztem meg az előzetes eredményeket, előleg meg tudnám nézni, mert olyan a rendszerünk, hogy látom, hogy részeredmények hogy alakulnak, de én is inkább a végeredményre vagyok kíváncsi. De azt gondolom, hogy magas lesz az ismertsége ennek az ügynek. Általában a múltbeli adatokból kiindulva, hogyha van egy ilyesmi típusú sztori, ami így végigszalad a társadalmon, akkor azért akkor annak van egy 80-90%-os ismertsége, most is nagyjából ennyire számítok egyébként. Nem megelőlegezve a végeredményt, véleménye szerint az emberek a propagandának, illetve hát a médiának engedve nem inkább a kormány véleményét támasztják alá ilyenkor? Most nem ez ügyben, hanem általában, mert ugye azért mindenütt az jelenik meg, főleg vidéken, amit a kormány akar. Abból kiindulva, hogy ismereténk szerint a kormány tervez egy plakátkampányt és egy kommunikációs kampányt az a sargentini jelentés ellen, vagy annak az eredménye ellen, Én azért merem azt következtetést levonni, hogy ők már hamarabb elkészítettek egy mérést, aminek az lett az eredménye, hogy az emberek bizony kicsit szembe mennek a kormány akaratával, ezt tippelem, csak ezt nem tudom. És erre egy válasz, hogy akkor égessünk el pár 10 milliárd forintot mondjuk mindenféle kommunikációs kampányra, amivel megváltoztatjuk az emberek véleményét ebben a kérdésben. Ami egyébként, hogyha jól csinálják, és legfőképpen kellően sok pénzt költenek erre, mert ez a gyakoriság számít, hogy hányszor találkoznak az emberek ezzel az üzenettel, akkor ezt el lehet érni. De hát ebben ők profi? Ebben ezt kétségtelen, hogy mondjam, nyilván... Nem csak ebben egyébként. Ez hatékonyság kérdés, tehát ugye, hogy mennyire hatékonyan egy forintra hány vélemény megváltoztatás jut most ilyen, nagyon ilyen banálisan fogalmazva. Azért itt szerintem lehet hatékonyságot növelni, hogyha az a kérdés. Tehát egy átlagos kampányra mondjuk egy kereskedelmi termék kapcsán azért nincsen ennyi pénz. Hogyha most nem tudom, egyik üdítőt a másik üdítőről át akarják az emberek szoktatni, vagy üdítő fogyasztásáról, akkor ezért sokkal kevesebből kell megtenni. Szóval onnét nézve ez nagyon drágába kerül, innét nézve nem csinálják jól. Onnét nézve, hogy aztán a végén általában vagy nagyon gyakran elérik a céljukat, onnét nézve persze jól csinálják. Augusztusban láttam a legutóbbi publikus közvéleménykutatást arról, hogy a pártok hogy állnak, és nem tudom, hogy mennyire szerették, vagy nem szerették ezt a mérést, de hát itt az derült ki, hogy a önök válaszadói szerint az LMP is, az MSZP is, a DK is süllyed, sőt, a DK és az LMP, a Jobbik is, a DK és az LMP most éppen be se jutna a parlamentbe. Mikor készül a következő? Pont most készül, tehát ugyanezzel az adatfelvétellel készül a friss kutatás, úgyhogy arra is a jövő héten, vagy most hát a jövő héten, de hát most hétvégén leghamarabb ugye a vasárnap években fogunk majd beszélni. Tehát akkor egyelőre még erről sem tudjuk. Egyelőre nincsen eredményünk. Az, hogy az előzőt mennyire szerették, hát hogy mondjam, kaptunk már hideget-meleget pár preferenciás méréseink során, és mindenféle pártól, illetve mindenféle párthoz kötető orgánumoktól szoktunk hideget-meleget kapni ilyen esetben, hogy minket ez megerősít abban, hogy jól csináljuk a munkánkat, mert ezek a kutatások nem azért készülnek, hogy szeretve legyenek, hogy szeressék őket, hanem azért készülnek, hogy bemutassák az aktuális állapotot. Egyébként mindjárt visszatérünk a valós közvéleménykutatásokra, de engem mindig izgatott, hogy egyes cégek, egyes intézetek, azok párthoz kötődnek-e vagy sem.
besorolják őket, a publikuszt ugye egyértelműen baloldalra, és azt mondják, hogy ezért az MSZP-nek engedve hát, értékeli le a DK-t, illetve az LMP-t, hogy ez hogy élik meg, és hogy valóban ennek van-e legalább maroknyi igazságtartalma? Semmilyen igazságtartalma nincs, az nyilvánvaló, hogy mondjam, ellenzéki... Tehát aki fizet, az fuzat, tehát nem tudjuk ki fizet. A Vasárnapi Hírek fizet a mi esetünkben. Ők egy orgánum, ők abban érdekeltek, hogy minél pontosabb eredményt kapjunk minden kérdésről, és azt az ő újságjukban exkluzíve meg tudjuk jelentetni, tehát és ők meg tudják jelentetni. Olvasóik, meg azok, akik a Vasárnapi Hírektől átveszik ugye ezeket a híreket. Tehát a Vasárnapi Híreknek ez egyfajta marketing befektetés is, hogyha úgy tetszik. Én azt gondolom, hogy minden embernek így, minden elemzőnek így, minden kutatónak van értékbeállítottsága. De az tévedés lenne bárki részéről, hogyha lenne politikai elkötelezettsége. Igen, de nem mindegy, hogy egy kérdést teszünk fel. És mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a konkrét kérdéseinket hozzuk mindig nyilvánosságra, akkor, amikor egy kutatási eredményt nyilvánosságra hozunk. Most például mondjuk a Sargenti jelentésnél maradva, az volt a konkrét kérdés, hogy ön ebben a helyzetben lett volna, megszavazta volna a Sargenti jelentést. Ezzel nem nagyon lehet mit trükközni. A pártreferenciás kérdéseink pedig, ennek a módszertan az hozzáférhető és egyértelmű, és nem változott az elmúlt, nem tudom, 10 évben, mióta ilyen kutatásokat készítünk. Az pedig nyitott kérdezés, tehát nem olvassuk fel a választadóknak a válaszlehetőségeket, és ők mondják azt, ami a szívükön, a szájukon. És azt egy listából kódolják az operátorok, hogy telefonon kérdezünk, ugye. Tehát ez úgynevezett nyitott kérdezés, zárt kódolás. Lehet egyebet is kódolni, hogyha valaki olyan pártot, agrárszövetséget például, ami már nem létezik, hogy az együttet mondja, akkor ők az egyéb pártkategóriával lesznek besorolva, és akkor azt megjelentetjük az egyéb soron. De direkt befolyás, egyébként szerintem nem is lenne senkinek sem érdeke. Két okból sem. Egyrészt vannak más mérések az országban, nem csak mi kutatunk. És hogyha nagyon eltérnek, akkor igen. Az baj. Ha nagyon eltérünk, akkor nyilván ki fog ugrani. Másik oldalról pedig szerintem egyetlen egy pártnak sem érdek, hogy átvágja saját magát, illetve átvágja saját választóit, mert hosszú távon őnek is ebből kell dolgozni. Ez így rendben van, akkor térjünk vissza a méréshez, az augusztusi méréshez. Azt mondják, hogy a DK és az LMP-be sem kerülne, de hát... az előző parlamenti választások előtt is ugyanezt mondták, és aztán mind a két párt parlamenti párt lett. Mondjuk a DK épp hogy csak parlamenti párt lett, ugye a DK 5,23%-ot kapott, tehát ugye ott a küszöb alá kerülni az nem egy óriási nagy teljesítmény, ott elég, hogyha a pár tízezer szavazó elvándorol, meggondolja magát, és már mindjárt küszöb alatt van a DK. Itt is ez történt egyébként, elszivárgott 1% pontnyi szavazó. De ha jönnek mondjuk akár az uniós választások, akkor lehet, hogy ez már vissza. Könnyen lehet, hogy ez az eddig vissza, és ugye egyben rá is tapintottuk a másik trendre, hogy exponenciálisan megnőtt a bizonytalanoknak az aránya a választások óta, ami egyébként egy természetes jelenség. Tehát ezzel nem lepődünk meg. Van egy felfokozott hangulat, erős kampány, megnövekszik a választásunkon való részvételi kedv, aztán, hogyha ez nincs, akkor szépen lecsökken. Különösen most egyébként, amikor ugye az ellenzéki pártoknak a szavazói egy apátiába süllyedtek, vagy fulladtak, vagy fordultak, mert hogy azt érzik, hogy nem teljesült ez a vágyuk, nem az, hogy kormányváltás legyen, hanem még a kétharmados se sikerült megdönteni, és hát azért ez nyilvánvalóan egy mondjam, komoly trauma nagyon sokaknak, és ennek okán aztán elfordulnak az ellenzéki pártól. Egyébként mondjuk például az MSZP-től többen fordultak el, mint a DK-tól, tehát az MSZP az 2-3% pontot vesztett a választások kori csúcsától. A Jobbik stabilan vesztésre állt, 3-4% pontos vesztés figyelhetünk meg. De a legnagyobb vesztese szerintem az LMP ennek a sztorinak. Az LMP-nek a szavazótábora megfeleződött a választások óta. Ennek szerintem két oka van. Az egyik az, hogy az LMP-t okolják a választók azért, hogy nem sikerült az összefogás, így hát a kétharmad megakadályozása. Illetve ők azokat, akik hajlandók lettek volna, vagy hajlandók voltak picit is összefogni, azokat megbüntették. És ennek okán kialakult egy vezetői válság, ami egyáltalán nem kedvez egy ilyen sztorinak. De hát ez megoldódhat még egyébként.
Tavaszig. Minden megoldódhat őszig, ez teljesen egyértelmű, és az összes párt a vonal fölé kerülhet őszig, de az egyértelmű, hogy a választások utáni időszaknak a két legnagyobb vesztese az LMP és a Jobbik. Egyébként mind a kettő pártban egy óriási vezetői válság van, a Jobbik ketté szakadt, az LMP potenciálisan ketté szakadt. Mérjük már, hogy az új Jobbik. A Mi Hazánk mozgalom nevű szervezet. Ugye mi nyitottan kérdezünk, ahogy ezt korábban is mondtam, bárkivel mondhatja a Mi Hazánk mozgalmat, amelyik akkor is, amikor egyébként jogilag nem párt. Most már azt hiszem az, de például augusztusban még nem volt az az alapfelvételünkkor. De nem mondják be, tehát hogy nem érje el az 1%-ot, akkor viszont hát nem akkor ábrázoljuk. Akkor nincs az emberek fejében. Nincs, egyáltalán egyébként nincs az emberek fejében. Nem mindenki sajnál, én személy szerint nem, de... Én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy kicsit ilyen KDNP jellegű pártá válik, fog válni, vagy azon az úton indult el, és itt most nem feltétlenül az egyházhoz való kötődésére gondolok, hanem arra, hogy egy szatellitpárt. De a sem fog tudni olyan módon kötődni, hogy nem, szerintem a Fidesznek lesz egy szatellitpártja, úgy fognak táncolni, hogy a Fidesz fütyül. És elsősorban látjuk például azt, hogy az a párt milyen nyilvánosságot kap, mondjuk a kormányzati médium egyáltalán nem támogatják, óriási felületet kapnak, és hát azért látszik, hogy mondjam, kapnak egy hátszelet ezektől a szeretekből, és van más több olyan mondjam, jel, ami arra utal, hogy ők nagyon sok kérésnek eleget tesznek, ami a kormányzat berkein belül jöjjön. Önnekik ne legyen igaza. Ebből nem tudom, nem ők lennének az elsők. Ebből az lehet volna a következtetés, hogy nincsen feltétlenül érdemi elvárás velük szemben, hogy nagyon komoly választói bázis gyűjtsenek. Cserébe meg fogják kapni az infrastruktúrális háttértámogatást és segítséget, ami majd meglátjuk, mert ez még egyáltalán... Ez még csak találgatás, vagy ez még csak spekuláció természetesen részemről, de azért látunk erre mutató jeleket. És mi lesz véleménye szerint most nem őszre, hanem a tavaszi EP választásra az ellenzéki pártokkal? Hát ez egy nagyon izgalmas és fontos kérdés, különösen az ellenzéki pártok számára, mert a szavazók a választások után is szeretnék, hogy minél szélesebb összefogásban működjenek az ellenzéki Igen, pártok. Igen, de most ezt már egy csomóan elmagyarázták, hogy miért nem érdemes összefogni. Ugyanakkor például Sermer Ádám a liberálisoktól, ő azt mondja, hogy ha nem találjuk meg azokat a közös pontokat, ahol együtt tudunk működni, akkor baj lesz. Sőt, ő tovább megy, azt mondja, hogy kérem, miért ne lehetne itt közös lista, hiszen utána mindenki egyéni mandátumot kap, tehát mindenki abba a frakcióba ül be az Európai Parlamentbe, ahova akar, az egyik zöld lesz, a másik liberális, a harmadik szocialista. Meg lehet csinálni. Meg, abszolút. Akkor mi az, amit várnak a szavazók, és miért akarnak a pártok összefogni, vagy külön indulni? A válaszok továbbra is azt látják, hogy úgy van érdemi esély a Fidesz legyőzésének, az ellenzéki szavazókra gondolok, hogy minél szorosabb összefogásban és minél nagyobb közösségben működnek ezek a pártok. Ennek okán hasonlóan van egy komoly elvárás, egy nyomás a választók részéről, hogy ezek a pártok összefogásra induljanak. Ezt, ami felülírja, az nem más, mint az egyéni pártvezetői, illetve pártos érdek, amik hát azt mondja, látatni hogy... Hát akarják saját magukat, van, és nem egy masszába. Így van, hogy mi egy önálló szervezet vagyunk, és nekünk be kell bizonyítanunk a meglévő maroknyi választói részére, hogy létezünk. Ennek okán onnan indulunk. Ugye itt ők a saját szavazóikkal, a saját politikai közösségükkel szemben politizálnak, amit az LMP példája mutatja például, hogy nem igazán lehet, nagyon könnyen, mert akkor elvesznek a szavazók. És hasonló helyzetben lehet adott esetben bármelyik másik szervezet is, amelyik a külön indulás útját választja akkor, amikor a szavazói ettől fundamentálisan más. Tehát akkor tulajdonképpen a... elemzőként a liberálisokkal ért most egyet? Így van. Azt gondolom, hogy ez egy mondjam, a választói elvárásoknak megfelelő viselkedés, amit most a liberálisok csinálnak. Nem mindig viselkednek ők úgy mindig, de ez egy legitim politikai döntés, hogy valaki szembe megy a saját választóinak, vagy bármilyen más választói akarattal. Jó, azt mondják, hogy nekik persze könnyű. Hát nekik könnyű, másrészt, mert ugye nyilván nekik relatív, hogy mondjam, nagyon kevés babért teremhet ebben a sztoriban, mert és azért nem látom azt, hogy bárki is olyan befutó helyet ajánl a liberálisoknak, hogy ott érdemi, hogy mondjam, kenyér jutna nekik az Európai Parlamentben, de hát majd meglátjuk. Jó, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta, és remélem, hogy visszajön, amikor meglesznek a részben a sargentini jelentéssel kapcsolatos vizsgált eredményei, részben pedig a egyéb párt kutatása. Mindenképpen igyekszem, hogy akkor viszontlátásra.
Viszontlátás.